A lista vezető Vienna Capitals volt szerdán a Szapa-Fehérvár AV 19 vendége az Ebel soros játéknapján. A válogatott szünet után talán nehezebb ellenfelet keresve sem lehetett volna találni, ám Sofron Istvánéknak nem okozott gondot a tabella élén álló bécsi együttes legyőzése. Vas Márton talált be először a vendége kapujába, mely után nem kellett 20 másodpercet sem várni a következő volán gólra. Harlan Pred duplázta meg a hazai előnyt. Na, hát egyelőre hasonlóan indul a találkozó, mint a bécsi. Anok Fehérvár vezetett két harmadon keresztül egy Horváth András góllal 1-0-ra. Ez is szép, megvan a második! Hát itt már nem lesz 1-0. A második harmadban Mário Seidel révén szépített a Vienna Capitals. A slusszpoint azonban a meccs végére tartogatta a Fehérvár. Sofron István az üres kapuba lőtte a korongot nem egész 20 másodperccel a meccs vége előtt, beállítva ezzel a 3-1-es végeredményt. Máró rutinosan megállítja, ki kell ütni. És kicsúszik a korong, Sofi pedig mehet vele, üres a kapu, Sofi, gól! A Vienna Capitals maradt az Ebel tabella élén, a Szapa-Fehérvár AV 19 pedig megerősítette helyét a 6. pozícióban. A volán legközelebb a liga utolsó Innsbruck otthonába látogat pénteken.